Kedves barátaim, szeretettel köszöntelek benneteket. Kaptam egy névtelen levelet itt az aktív zóna működésével kapcsolatban, és úgy döntöttem, hogy az lesz a legegyszerűbb, hogyha itt megkeressük az aktív zóna üzemeltetőjét, és meglátjuk, megvárjuk, hogy ő ezt hogy fogja ezt a itt feltett kérdéseket megválaszolni, és nyilván most itt azt gondolom, hogy ez fontos lesz számotokra is, hogy legalább halljátok itt élőbe, hogy hogyan működik itt, hogy milyen ez az egyesület, milyen ez a sportcentrum, már itt a sporttal kapcsolatban is itt látszott, hogy itt voltak különböző kezdeményezések. Én azt gondolom, hogy ezt a legaktuálisabb az illetékestől megkérdezni. Jó, akkor várom veteket, és nézzük meg, hogy mit fog mondani az adott vezető, jó? Jó napot, szervusztok! Csak már említettem itt a nézőknek, hogy kaptunk egy ilyen levelet, és én mindenképpen szerettem volna az illetékest, a Tószegi István urat megkérdezni erről, hogy az ott feltett kérdésre milyen választ szeretne adni. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, és akkor nyilván itt, amit még gondol, minden, vagy gondolsz, mindent el lehet mondani, hiszen ismerjük régóta egymást, és azt tudom mondani, hogy tehát az a lényeg, hogy amit azzal kapcsolatban, meg a teremmel kapcsolatban el akarsz mondani, akkor ezt én is nagyon kíváncsi vagyok rá, mert én se ismerem annyira pontosan itt a sportéletet, és azt gondolom, hogy nem árt, hogyha nagy kállóak is erről fognak tudni. Hát reagálok erre a levélre, amit kedves Zoltán ismerősemet megkeresték. Most több 10 éves kapcsolat fűz minket Zolival. Igen, már ismer. Több éven keresztül rendeztünk sportversenyeket, Érpetekben, amikor polgármesterként funkcionált, és jelen olvasásom szerint ez a teremben zárva kell lennie, még vastag betűvel kihúzta ez a kedves úr vagy hölgy, nem tudom, hogy kitisztelhetek ebben, hogy mi a problémája azzal, hogy sportolási lehetőséget biztosítok az igény és a megfelelő törvények betartása szerint a 17 éve működő klub tagjainknak. Egy pillanatra még egy pillanatra, hogy levelet, csak ezt akartam még megmutatni itt nektek, tehát itt a levélbe, tehát majd itt a levél, és akartam mondani, hogy az a fő problémája, hogy hogyan engedheti meg a polgármesteri hivatal és a nagykállói rendőrség, hogy a nagykálló főterén lévő aktív zóna edzőtermet az áruház emeletén miért lehet nyitva tartani. Tehát ez volt a fő kérdés, hogy miért lehet nyitva tartani, és nyilván ezért... Igen, a miért levaló kérdésnek, mi, hogy megfelelünk a mostani jelen pillanatban lévő joghatályos törvényeknek, ezáltal nyitva tudunk lenni. Sajnos a covidos járvány miatt a több száz fős szabadidős sportot űző vagy szeretni vágyó emberek, idősebb urak, hölgyek, fiatal fiúk, gyerekek, lányok, akik szerettek hozzánk járni, sajnos most megvannak ezzel a dologgal akadályozva. Csak versenyengedéllyel és csak versenyzők járhatnak ide, most a jelen pillanati jogszabályok szerint. Mi egy nagyon régi klub vagyunk, aki tudja a városban, hogy mi az az aktív, mert a város szerves részévé váltunk ezáltal. Családok alakultak itt, meg gyerekek nőttek fel ide a termünkbe. Olyan üzenem ennek a valakinek, akinek ez zavarja a szemléletét, hogy a sportos életmódot a tévé is propagálja, hogy még a vírus ellen is jól jön egy kis immunvédettség. Aztán sajnos, hogy most így is csak lőtt a tagságunknak a száma, ezáltal Zolinak mindjárt hogy ide fáradt már ezzel a kedves feljelentéssel, akkor én is élnék már egy olyan kérdéssel, hogy ami nem kaptunk semmilyen támogatást, főleg ettől, aki... Még azt még mondjuk már, hogy hány, tehát mert nem tudják sokan, én se tudtam, hogy hány éve működik ez a... 17 éve van itt az aktív 17 zóna. 17 éve Nagykállóban rendszeresen, folyamatosan, helyen, ugye? Így van, és azért aktív zóna a neve, mert ezt akkor úgy találtuk ki, de közben átváltottunk a Nagykállói Fitness SC-nél, ami azt jelenti, hogy versenyzőket igazolunk, versenyzőink vannak, országos szintű versenyzőink vannak, nagyon jó eredményekkel, most is készülünk, a jelen helyzet miatt csak még nem jött ki az új versenynaptár.
Hát, mit szeretnél még? Még azt tudom, hogy akkor 17 év ez fontos. 17 éve vagyunk. Folyamatosan itt, ugye működik. Soha nem zártunk be a 17 télen, év alatt. Nyáron. Télen, nyáron mindig itt vagyunk. A sportoni vágyok mindig megtaláltak bennünket. Szerintem több ezer ember fordult meg itt a 17 év alatt. Mondom, komplett generációk nőttek fel, és sokan azt hiszik, hogy nagykárai vagyok, a fiatalabb generáció. Én ingázok, 17 éve járok át Újfélhatóra ide minden nap. Azért, hogy tudjak a Nagykárolyi és környékének megfelelő sportolási lehetőséget biztosítani a szűkös kereteink mellett. Ezt nem panaszkodásképpen mondom, mi egy egyesület vagyunk, non-profit, nem azért működünk, hogy profitot termeljünk, hanem minden egyes állampolgárnak, vagy régióban élő ember megtalálja nálunk a megfelelő sportolási lehetőségét. És még a saját, még azt nem akarok, csak még azért a saját eredményeidről is még egy pár szót, hogyha lehetne. Tehát igen. Mert én sem tudtam, csak most azért mondom, hogy ez engem érdekel. Igen, mindent elértem ebbe a sportban, amit lehet, mind a kettőbe. Eljutottam a magyar bajnoki címig, VB kvalifikációs eredményeket szereztem. Melyik az a két sport, még mondjad el, nincs is? Erőemelésben és testépítésben is mind a kettőben. Országos szinten elismert testépítőnek számítok a mai napig is. Számolnak velem a szövetségek, a klubok, ismerek mindenkit, aki úgymond ebbe a sportba letette a névjegyét, mi ahogy én is letettem. Ezáltal üzenem ennek a hölgynek, úrnak, így lehet nevezni, aki a sport ellen van, ami szerintem a mai világban elég nevetséges, de hát mindenki a saját szemléletét éli. Nem tudom, hogy kocsmát üzemeltetnék, akkor hát én is jobban preferálva lennék, de sajnos mert hogy ő vendéglátós, mert beleírta, sajnálom a vendéglátósokat, de a sportolókat még inkább. Úgyhogy, és én megpróbáltam a mindenkori törvénynek megfelelően, az a szövetségünk egyeztetett az operatív törzsel, mi mindenkori jogszabálynak mindig megfeleltünk. Ezért vagyunk nyitva jelen pillanatban is. Igaz, hogy nagyon csökkentett létszámmal, mindjárt bemutatjuk a tervünket is, ennek a kedves jelentkezőnek. Még egy pillanat, hagyj mutassam már meg, hogy hát, ha lehet látni, tehát ezt a levelet kaptuk, nem tudom, hogy olvasható-e, csak már majd picit itt világosabb, tehát gyakorlatilag ez volt az az apropó, ami miatt megkerestem ezt a klubot, meg a vezetőjét, Tószegi Istvánt, és azt gondolom, hogyha ilyen probléma van, ez a legjobb, de én annak örültem, hogyha nem rajtam keresztül, hanem ugyanúgy ő is eljött volna, szerintem István, ugye őt is szívesen tájékoztattad volna. Bárki tájékoztatunk, sőt, kell van az oldalunkon is, hogy aki versenyző vagy olyan kvalifikáció, nálunk válthat ki még mindig a mai napig versenyzői engedélyt. Sajnos a szabadidős sportot azt nem preferáljuk, vagy a kormány nem preferálja, elnézést, nem mi. Holott szerintünk, mivel a többi terem is ebbe a problémába égetőbe, négyzetméterenként szerintem benne erre lehetőség, de sajnos most csak a versenyszintű sportot engedélyezik. És enyhe bemutatót tartanék ebből, hogy napra készen minden versenyzőnek itt van a... Hát ez csak messziről jó, hogy kép ne legyen. Így látszik. Igen, az mindenkinek most nem itt van a sportkönyve. Egy picit így ezt fordítsuk így el, így jó. Mindenkinek itt van napi szinten a sportkönyve, a versenyengedélye, mindenkinek az igazolása. Nálunk csak így lehet bejönni, senki más be sem engedő. Tehát azt lehet látni, hogy... Nem is gondoltam én sem, hogy ilyen napra készek, vagy ilyen úgymond a jogszabály, az aktuális jogszabálynak megfelelően mindig... Két hete is feljelentettek bennünket, ami egy kicsit aggályos, nem tudjuk, hogy ki ez a feljelentő. Reméljük, hogy ő volt, mert sajnos hétvége óta történt egy olyan dolog a városban, ami remélem, hogy ezt a kedves feljelentőt is érdekli. Ugyanis mi 17 éve vagyunk itt, nem akarom se a városvezetőjét, senkit sem ezzel megcímkézni, vagy nem is tudom milyen szót használjak erre, de egy forint támogatást nem kaptunk. Igen, én ezt is akartam, még 17 év alatt senkinek nem tűnt fel, hogy itt működik. Itt egy komoly munka folyik, így van. Mondom, a generációk jöttek fel. Van, aki tiniként került ide, felnőtt családapaként a mai napig ide jár, többen vannak. Ha tudtuk volna, hogy ilyen megkeresés van, valószínűleg ők is vállalták volna ugyanezt a dolgot, amit én most megteszek.
De viszont, ahogy elkezdtem jönni tegnap megint... Én csak most akarom, hogy van egy hozzászólás, hogy ő is, Szabó Attila, hogy ő is ide jár, az aktív 17 év, és nagyon meg van elégedve. Minden, ne ismered őt, akkor biztos, nem? Igen, igen, hát hogy nem minden tagunkat ismerjük. Ja igen, és ez nem egy olyan terem, mint ami átlagban a tévében, meg a reklámokban látnak, hogy miénk egy egyszerű, be fogjuk mutatni, családbarát, családok járnak, gyerekekkel jöhetnek, a gyerekeknek külön biztosítunk addig foglalkozást a külön termünkben, úgyhogy ide komplett családok járnak évtizedek óta. Szerencsére így mondhatom, hogy évtizedek óta, 17 év nem kevés idő, és azóta töretlenül nyitva vagyunk és fenntartjuk magunkat, és most kértem egyszer támogatást, amit a médiában láttam, hogy a válság miatt, mivel hogy sajnos nem járhatnak az emberek, csak a versenyzők, nekünk is nehézséget okoz, a bérleti díj, a rezsi, a tisztítószerek, a fokozott tisztálkodás, nem voltunk eddig se koszosan, félrehetős nehézség, de mi ahogy fokozatosan... Meg a fertőtlenítés. Igen, mindjárt megmutatjuk az ózonizáló gépünket, minden héten ózonizálunk, ez benne van állandóan, és itt maximálisan arra törekszünk, gyertek nyugodtan, élő közelítés van, feltették megint a termünket, nyugodtan hozzászólhattok. Kedves Zoltán barátom, egy ismerősömmel jelentették fel, és most ő azért szóltak, igen, hogy már tisztázzuk le, hogy... Tisztázzuk már le, hogy miért vagyok nyitva, miért lehetséges. Igen, meg hogy ez a fals információ ne menjen már, hogyha most a jogszabályoknak megfelelően nyitva lehet lenni, akkor már nyilván a vezetőt kérdezzük meg erről, hogy miért van. Hogyha akar, akkor szívesen lehet hozzászólni, de nem muszáj. Tehát. Igen? Hát nagyjából ennyi. Úgyhogy mondom, decemberben kértem egy kisebb támogatást, arról kaptam egy elutasító határozatot, nem neveztem összeget se, bármennyinek, bármi jól jött volna, és akkor sajnos ebből kioldódóan szóltak nekem a sporttársaim, mert úgy mindenki sporttárs, barát, mindenki. Itt nincs olyan, hogy most te ki vagy, honnan jöttél, minek jöttél, itt mindenki egyenlő. És szóvá tették, hogy a hétvégén nem látta be a Facebookon, hogy tőlünk 150 méterre megnyílt egy vadonatúj edzőterem, súlyemelő klub a válságban, holott mi is alig tudunk fennmaradni. Ugye ez furcsálotta mindenki, ezt meg is nevezem Janis Tímel, aki nálunk kezdett el sportolni pár évvel ezelőtt, azóta általában valami szakosztályt akar létrehozni, nem tudnánk róla, hogy neki erőemelő vagy súlyemelői képzettsége lenne, ha van, akkor nyugodtan megszámolhat, eljöhet ide, elmondhatja, hogy mivel több sportoló, mint itt bárki, mert mi úgy tudjuk, hogy egy pesti teremnek az igazolt versenyzője, mint itt bárki. Nem. És ő kaphatott ezért a várostól térítésmentesen egy komplett termet. Aztán most, hogy ez mitől lett olyan szép, meg mitől olyan imponáns, milyenhez képest, ezt nem tudjuk. De mi adott és bérleti díjat fizetünk. Azt mondom, és elég komoly, igen, összeget, igen. Igen, és próbáljuk fenntartani mindent. Innentől kezdve nem panaszkodásképpen megint, a higiénia az nagyon sokba kerül most jelen pillanatban, mert óvatosan kell lennünk, minden estát kell feltöpentünk a gépeket. Nem volt még betegségünk a termen belül, aki innen szerezte volna meg. Jelen is büszkék vagyunk, úgyhogy meg a teremre, amit szeretnék bemutatni. Én azt akarom, hogy az e-mail, vagy micsoda, az elutasító, tehát az itt van egyébként, ami... Igen, egy pillanat, mindjárt megnézem az irodába. Még ezzel kapcsolatban akartam még annyit mondani, hogy itt az elutasító határozattal majd mindjárt, vagy egy pontosabban emelő határozat, egy e-mail, amit Tibike írt, és csak majd ezt most megint, akik ismerik a helyzetet, azok jó, hogyha ezt tudják. Mindjárt egy pillanat. Egy pillanat, már itt is van. Minden okiratot elteszünk, van egy irattárunk, napra késznek el. Hát itt is itt van, tehát valójában a kérelmet azzal az ürüggyel utasították el, hogy nem jó kor lett beadva, tehát a rendetben meghatározottak alapján támogatási kérelmét, tehát február végét követő 15 napon belül kell benyújtani, a rendben meghatározott dokumentumok, valamint a mellé csatolt pályázatok bejutásával lehet a támogatás igényei. Tehát ezzel az ürüggyel a pénzügyi ügyintéző elutasította ezt a kérelmet, csak ezzel kapcsolatban szeretném tájékoztatni egyébként
a lakosságot, hogy egyébként pont most ez az év volt az, amikor nem tartották be egyébként ezeket a határidőket, nem kellett betartani. Az egyik barátunk is, hát itt a strand kapcsán, és mondta, hogy december 20 nem tudom hanyadikán kapott ő még támogatást. Nagyon örülünk egyébként, mert az úszóbérleteket támogatták. Tehát valójában ez egy olyan megint álürügy, amit csak kitaláltak azért, hogy ne adjanak, de lehetett volna méltányosságot gyakorolni, és nyilván a sport alapból erre lehetett volna lehetőséget biztosítani. És én még most is azt kezdeményezem, már most egyébként mondtam, hogy próbálom majd egyébként ilyen interjú jellegű, úgymond idézőben, műsorokat is adni, vagy élő közvetítéseket, mint ez is, majd nyilván itt a politikai véleményemet én próbálom egyébként kicsit most itt háttérbe szólítani, hogy nyilván itt is a szakma maradjon meg a helyzet, és én ezt mondom Istvánnak is, meg ezt, erre kérlek benneteket is, hogyha lehet, akkor ezt át kell gondolni, tehát az elutasított határozatot is, és mindenképpen meg kell gondolni, nyilván a költségvetés fényébe, hogy lehetne nekik is valamilyen támogatást adni, meg már többször felmerült egyben, amit ő is említett, hogy itt a súlyemelő szakosztály, vagy nem tudom, most nem tudjuk, hogy most micsoda, de ugyanúgy, hogy a karatésok is szükség, vagy szerettek volna termet, stb. Tehát azt mondom, hogy ezeket a valóban aktívan működő sportolási lehetőséget azt gondolom sokkal jobban kell támogatni, még hogyha 17 év során nem jutott eszükbe, de bízunk benne, hogy mondjuk amit most István elmondott, annak hatására hátha eszébe fog jutni itt a vezetőségnek, hogy lehet, hogy mondjuk érdemes lenne támogatni, és ott láttam az egyik hozzászólást, csak ezt Istvánnak mondtam, mert ő nem nézte itt akkor, csak amikor ő beszél, akkor nyilván el is tudok figyelni, hogy ennek örültem, hogy én is azt láttam, hogy már beszéltünk meg, hogy nyilván azért is korábban is azért kértük fel ilyen sportrendezvények tartására, mert látszik, hogy profi, tehát tudja a jogszabályokat, utána jár, és ezt nem is tudtam egyébként, hogy elmondta, hogy amikor itt a Covid vírus volt, csak ezt elfelejtett említeni, hogy akkor az volt az első, hogy elment a rendőrséggel, egyeztetett a, akkor a, igen, az őrparancsnokkal, akkor nem mondd el, légy szíves, meg a szövetség. Igen, mikor kijött az a szigorítás, akkor a megfelelő jogi segítséget kértem egy jogásztól, hogy tudunk nyitva lenni, meg a sporttársaim, akik ugyanilyen egyesületeket működtetnek, a mai napig küldik nekem jogszerű működésre szükséges információkat. Ők egyeztettek, maga a szövetség egyeztetett az operatív törzsel is, amit én meg is kaptam, és mindig a minden nap, hogyha változna hetente a törvény, akkor mi hetente követjük a jogszerűen a törvényt. De még ezúttal még szeretnék akkor üzenni ennek a kedves feljelentő valakinek, aki Zoli szeretné számon kérni a mi nyitvatartásunkat, hogy nyugodtan menjen be a városházára, kérdezze meg a mostani polgármester, vagy a régebbit, hogy hány éven keresztül gyűjtöttünk folyamatosan karitatív gyűjtést, meg azok akkor nem panaszolt, hogy miért gyűjtöttünk több száz embernek, segítettünk egy, hogy adományokat vegyenek karácsonyra. Igen, és ez mindig itt össze volt gyűjtve, és akkor te meg az aktuális polgármesternek, ugye? Az aktuális polgármesternek a szociális osztállyal egyeztetve, ő vitték ki. Ez az idén elmaradt sajnos a Covid helyzet miatt, de... De egyébként nem kellett folytatni. Volna, azt beszéltük, mert hát, most nyilván igen, azt a tájékoztatást kaptad, hogy nincs, aki kivigye. Nincs, aki kivigye, igen, így elmaradt a gyűjtésünk, de ez tradíciós. Úgyhogy én már a mostani polgármesterrel is gyűjtöttem, a régivel is folyamatosan. Ezt a lakók meg tudják mondani, fogod, meg akik kapták. Ez nem egy fellángolás volt, nem egy ilyen azért, hogy bármi elismerést kapjunk, mert szépen csendben csináltuk, de akik tudják, azok tudják, hogy így nem ment. Úgyhogy ennyit szerettem volna nagyban, meg akkor bemutatnám a tervet már, hogyha nagyon kíváncsi vagyok. Persze, hát én is kíváncsi vagyok, meg szerintem, hogy nagyon sokan nézik, szerintem ezt az valószínű, hogy kíváncsiak lesznek. Gyertek, jó, akkor lehet jönni, semmi nincsen. Jó. Állampolgár, tisztas állampolgárnak nevezzük, feljelentett bennünket Zoltánnál, mint képviselő úrnál, hogy jöjjön, nézzünk szerint nálunk, hogy jogosan vagyunk nyitva, vagy nem. Gyertek be nyugodtan. De bárkinek, ha van gondolata, lehet hozzászólni, de nem muszáj, nagyon szakszerűen elmondja István egyébként, ennek örültünk. És akkor bemutatnám a termet, már jó. A Zoltánnak is, meg a városnak is, nézzük. Uram, menjen előre. Jó, és egy kicsit így a...
folytatni a napi rutinos edzéseit, mindenki aki jár, váltó, hogy kinek mennyi idő szükséges a felkészüléshez, alapozó időszakban van egy versenyelő, de most mindenki alapozik, mert még az ez évi verseny után nem jelent meg. Sajnos a Covid miatt nem tudjuk, hogy mikorra kell időzítenünk, így mi mindenki alapozik. Most lesz egy kisebb verseny, pont tegnap kaptam rá e-mailt, egy ilyen baba-mama verseny lesz, egyik nagyon kedves ismerősünk rendezésében, el is mondtam a nevét, Vida Zoltán, Vida Fitnessnek a tulajdonosa, ő rendez most egy verseny. Kérdőjellel, ha meg lesz rendezve, akkor mi is részt veszünk, ha minden jó, hogy két versenytől kell, aki fiatal kisztában. És akkor mutatnám a terjét tovább. Sajnos a megszokott zsúfoltság helyett nincsenek, mert nincs rá lehetőség. De azért vannak, tehát van, aki edzenek. Örülünk, hogy az immunrendszerüket erősítik maszkviselésen kívül más módszerrel is. Igen, ilyen körülmények között telnek a napok. Sajnos gyerektánc órákat is tartottunk, ami most elmaradt a Covid miatt. Van egy külön helységünk, akkor bemutatnám. Igen, még arról a motivációs, még azt mondtad, hogy az... Ja, igen, motivációs videókat szoktunk berakni, hogy legyen az embereknek motivációja, most jelentőleg akkor megállt, majd váltani kell ezt, de mindig rakunk ki. Ezt is azért, hogy mi a sport. Sportot megtaláljuk. Itt van még egy kisebb helységünk. Ez egy leválasztott része a termünknek. Csak hölgyek részére, hanem vannak ilyen speciális gyakorlatok, ami kicsit irritáló lehet más emberek személyben, meg aki nem olyan bevállalósabb, vagy nem modern, nem az nyugodtan kapjon. Akkor küldősportokat el szoktunk tartani heti háromszor. Itt is a hat, tehát itt ugye ezek a... Intervalletéseket tart. Tehát itt mondod, ugye ide vannak a bokzsákok. Körülbelül a zsákok, igen. Bokzsákok, igen, itt vannak. Igen, és még milyen az edzések, milyen az intervall? Hát intervallat is tartom még hölgyeknek, ami nem aerobik, nem egy ilyen uráros üzületromboló, abban az aerobikusok nem szabad senkire sem benéznie, nehéz sporták, ez egy statikusabb, mély izomtonusokat előhozó intenzív edzés, ami 45 percig tart, és 3-15 percig blokkokra van fölvédő edzés, azokat is tartjuk, hogy hölgyeknek. Csak hölgyeknek. Gyereknek férfiak is, de eddig még csak hölgyeknek. Hetente mennyi? Hetente, hát ahogy igény van rá, volt amikor háromszor, tele volt a terem, erről vannak fényképek, természetesen az belső oldalatokon, hogy... belső megjelenésünk, de hogyha hozzájárulnak a hölgyek, vagy a küldősportra járnak, akkor az oldalunkon föl fogjuk rakni, hogy lássák, hogy milyen az, amikor nincs Covid, és élet van itt is. És még hol lehet megnézni? Még mondtad, van a Facebook, az milyen Facebook aktív zóna? Nincs már aktív zóna. Igen, tehát nincs már aktív zóna a Facebook oldalon, ott szoktunk elrakni edzéseket, mikor lesz, ott lehet jelentkezni, hát ha a Covid elmúlik, akkor teljes bőzzel mi is visszaállunk, és akkor mindennapos foglalkozások vannak. Gyerektánc, gondolom a helyiek tudják, azt nem mi tartjuk, csak mi segítségünkkel szervezünk itt meg. Abból is van 3 korosztály, meg van a gyerekeknek küldősport oktatás, amit nagyon szeretnek, és úgy gondoljuk, hogy ez nem csak készségfejlesztő, meg egészséges is, hanem a mai gépek világában nagyon jó képmutatás. Meg még említetted azt, hogy itt szerelmek szövődtek, meg házasságok, igen, és azok, ahol már most már először még csak udvarolgattak. Nagyon komoly barátságok alakultak ki, igen, itt mindenki mindenkivel jobban van, mindenki mindenkinek köszön, mindenki megadja másnak a tiszteletet, volna nemre való tekintet nélkül. Házasságok alakultak ki, nagy gyerekek járnak már ide, akik a kapcsolatokból itt alakultak ki, úgyhogy hát ennyit tudok elmondani, a 17 évnek már múltja van. Hát általában van a másik teremnek is múltja, mi arról nem tudunk, hogy Janics Timiának mekkora múltja, mert itt kezdett ő is nálunk, aztán azóta nagyon megügyesült a jogosult, nem tudom. De a szakma nem ismeri, én utána érdeklődtem, semmilyen súlyemelő, semmilyen erőemelő körökben. Kérdeztem, hogy milyen egyesületet vezet, nem találtunk egyesületet,
csak mi szerepelünk a tény nyilvántartásban. Hát gratulálunk hozzá, az előbb kapott egy gyárnak. Meg elismerést sem. Hát nincs az elbaj. De bízunk benne, hogy azért nem... Bízunk benne, persze, hogy a később... Hogy egyszer csak valakinek eszébe jut, igen, hogy itt is működik valami. Soha nem kértünk senkitől, be vagyunk klubon belül. Szerencsére minden klubtagunknak van valamilyen szakmája. Ellátjuk a saját magunk is dolgait. Úgyhogy gépjavítástól kezdve bármi, mindent közösen szoktunk csinálni. De majd Zoltánnak azért majd a birtokában adok egy-két képet, amikor szőnyegeztünk éjszaka, hogy hányan csináltuk. Meg különböző munkálatokat. Még majd a gépekről arról még meséljél már, hogy csináltátok, vagy hogy vannak ezek. Ja, tehát... Igen, valahogy elmondtam. De még annyit akartunk egy Timiékről, hogy azért bízunk benne, hogy ők is majd azért valamit, tehát azt mondom, hogy ők is fognak, tehát nem nincs ebből. Szeretném is, hogyha rávállna rá a Tina, hogy mitől lett ő súlyemelővető, vagy versenyző, bármi, mert mi egy oldalon találtuk meg, azt az Zoltánnak kell megmutatom, egy egyetemi oldalon, mint igazolt versenyző, de hogy ő mitől lenne edző, vagy szakosztályt nyitni, tudomásom szerint az nem így működik, lehet, hogy az ott vázolt a sporttörvény, nem tudok róla, 32 éve vagyok benne, Szeged a Fellegvára, ott is vannak barátaim, megkérdeztem, senki nem tudja semmit. Most a súlyem, hogy a Szegeden minek a Fellegvára? Súlyemelésnek a Fellegvára. Több Európa bajnok, világbajnok, Nagy Peti, több nevet nem akarok mondani, de Nagy Peti mindenki ismeri. Világ szinten elismert olimpikonok, senki nem tud róla ebben a kiimáról. Erőemelésből megint nem, akkor én is versenyeztem, nagyon sok barátommal, sokan elindultak ebbe az irányba. Mi is tervezünk nyílt versenyt, persze csak a Covid miatt nem tudunk. Társ terményekkel együtt, mert minden verseny nyílt, és akkor mi ahogy segítjük egymást a Covid alatt és a jogszabályokban, természetesen a versenyzésben is, meg a felkészülésben is. Mindenki valahonnan szed össze egy kis szakmai tudást, hogy megosztjuk, és akkor mi így fejlődünk, de mi is fejlődünk 30 év után is. Meg mondtad, hogy még arról is, majd mindjárt még a gépekről, csak hogy a versenyzőidet mondtad, hogy felkészíted, elviszed, tehát azok is, hogy oda van figyelve, ugye? Tehát azt mondod a... Ja, hogy ne, persze. Hát, hogyha felkérnek valaki, aki versenyt szervez, mondjuk ott a kereti blokkban, nem nagy szövetségnek a versenye, akkor tudják, hogyha én viszek versenyzőt, akkor az olyan versenyző, akivel számolni kell, mert csak olyan versenyzőket viszünk el, aki innen kikerül, aki a országos szinten azért minimum középmezőkön fölfelé van. Mert tudják, hogy akkor rangot ad a versenynek, és olyan klubokat szoktak felkérni, hogy ilyen versenyzők, hogy egy rangos verseny legyen. Mert sajnos vannak kicsi középszerű versenyek, és nincs ezzel baj, mindenkinek meg kell próbálkozni valamilyen szinten, de a több klubvezető társamhoz, meg edző társamhoz híven, mi csak a maximumra törekszünk, úgyhogy csak színvonalas versenyeket. Többek között Jenei István barátom, a Balogantal, a Hágai tudják, nem akarok hogy neveket sorolni, úgyhogy akikkel mai napig is jól viszont átolunk. És még a gépekről, hogy készültek, vagy arról egy kis történet? A gépek, ezek saját készítési gépek, mikor még nem volt az a nagy gépvizéria, mert nem volt lehetőség rá, akkor egy debreceni barátommal, ugyanúgy lakatos, mint én, 20 évvel azért belefogunk ebbe a gépek gyártásába, hogy ezek a gépek, amik itt a Termóban nagy található, két vagy három atlasz gépen kívül mindent mi gyártottuk, vagy mi készítettük, nem gyártottuk, gyárat nem volt, csak egy kis lakatos üzemünk, és ott csináltunk összesen 17 termet az országban 20 évvel ezelőtt. Tehát ahhoz mindent legyártottatok a gépeket? Mindent legyártottuk a gépekhez, így van, a Marózki János barátommal, és még Nyíregyházára, a strandfűrőre is, amikor felújították a körmedencét, ott is volt egy ilyen beach nevezetű rész, még oda is vigyárnak a gépeket, akkor is strandvezetéssel beszélve. És most is nem valami volt, most is télen? Nem, most két gép, igen. Nem szeretnék itt tetszelegni a gépekkel kapcsolatban. Úgy minden dolgot csinálunk meg, mondjuk meg, úgyhogy ez van. És ezért önfenntartó meg? Így van. Meg nem profit alapú, vagy nem profit alapú, ezt is, ahogy már említetted. Nem profit egyesület, itt nincs úgymond bevétel. Hát ha egy kicsit jobban ment a vírus alatt, vagy a vírus nélkül, akkor azt minden gépre fordítottuk, meg szőnyegre, mert mivel, hogy mindent használnak, kopi. Sajnos, ha egy kis szőnyegeznünk kellett,
de most jelen pillanatban nem futja erre a lehetőségre, ez kimarad. Ez egy betétet kicseréltünk, de hát ennek az Iparis Fiasznek elég drága darabja, úgyhogy ennyi lenne, de még azért otthonos még így is. Még mondtam, még egyébként még azt is akartam megkérdezni, majd még ott a néhány gépet majd még bemutatunk, csak azt mondom, hogy még a táplálék kiegészítőket is mondtad, hogy abba is értesz hozzá, meg ilyen tanácsokat, igen, hogyha kell, akkor szívesen adsz. A társaik is tudják, hogyha nézik ezt a nyílt élő közvetítést, akkor innen is üdvözlöm mindenkit, név szerint nem akarom felsorolni, tudják, hogy szakmailag mit éltek ehhez. Most a teljesség igények nélkül, akik ilyen sztár edzők, vagy jobb elsőzők, akiket ismerhet a közönség, Kati Béla, Pokos Kornél, Jenei Pisti, Balog Antika, ők természetesen barátaim, tudják, hogy mit jelnek szakmailag, plusz a szegedieket is beszélnénk, Gajda Zoli, Gajda Peti, hát most így nem akarok senkit csak kihagyni, és a táplálékiegészítőket is a saját tudásom szerint, plusz egy van egy gasztrológus barátom, egy orvos barátom, meg egy gyógyszerésszel raktuk össze, hogy minden legyen. Nem csak a sportot tesszük szemlélet elé, hanem az egészséges életmód nekünk igazából a mérföldkövünk. A versenyzők, ha vannak, meg szeretnének, akkor természetesen maximálisan segítem őket, de igazából az egészséges életmódra való nevelés tűztük ki fő célunknak, és azért tartunk olyan táplálékiegészítőket is, ami ár-érték arányban szerintünk a piacon legmegfelelő. Nem ragaszkodunk a bevezetett márkákhoz, mert már ennyi tapasztalatból tudjuk azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó, és igazából minden embernek szeretnénk egy biztosabb, életvidámabb és egészségesebb tudok biztosítani azzal, hogy egy egészséges teste legyen, mert mint ahogy mondják a szlogenben is, hétesben évének. Köszönöm Roli barátomnak, hogy jó. Ezt a én is köszönöm, meg örültem egyébként, hát mégis köszönjük a csodáknak is, tehát aki bejelentette, hát mert legalább így. Sajnos az élet elvitt bennünket más irányba, de Zoli tud elnyilatkozni a legjobban, hogy mikor megkeresett, 15 éve. Igen, körülbelül, igen. Nem, akkor még nem voltam itt. 17 éve. Hát lehet, igen, mert én 13 vagy 12 és fél évig voltam polgármester, most 15 éve körülbelül, igen, 15 éve. Megkeresett Zoltán, akkor is, hogy sportnapokat szeretne rendezni, halljátok tőle, hogy mi volt a reakció, ő elmondja. Igen, rögtön, tehát csak ezt tudom mondani, hogy akkor mi úgy döntöttünk, hogy próbálunk egy hagyományt teremteni, hogy kistérségi, ifjúsági sporttalálkozókat szerveztünk Kérpatakon, és akkor nyilván akkor szintén megkérdeztem a baráti körbe, hogy kik azok, akik profi módon csinálják a különböző sportokat, és nyilván azoknak az illetékeseit hívtam meg, és akkor is felhívták a figyelmemet Istvánra, hogy ott Újfehértón olyan szakmai munkát végez, amit de érdemes odafigyelni, és nyilván mindenféle eszköze volt, és akkor hozott eszközöket, nagyon-nagyon egyébként szépen levezényelte, fegyelmezetten megrendeztük, mindenkinek hatalmas élmények voltak egyébként ezek a rendezvények, mindenféle úgymond ilyen szám volt, Skandertől kezdve minden. Igen, fekvenyomás erő. Igen, és mondom, hogy ott úgymond így mondtam, hogy a társadalmi integrációt is rendkívül jó szolgálta, tehát úgymond a cigány-magyar együttélést is élvezték egyébként a gyerekek, tehát egy rendkívül fergeteges élmény volt, és nyilván már akkor is besegítettek ebbe. És még egy nagyon fontos gondot, amit most István nem mondott, de én nagyon fontosnak gondolom, hogy nyilván ilyen vírusos, veszélyeztetett helyzetbe, amit csinálnak, én azt gondolom az egyik legjobb vírus elleni védekezés, tehát a sport, egészséges életmód, ez azért sokszor előfordul már a nyilatkozatokban is, tehát tudjuk, hogy a maszkviselés is nagyon-nagyon fontos, és nyilván azt is hihetetlen módon néha úgy érzem, hogy
túlerőltetik is, de azt gondolom, hogy ez az aspektusa, amit ők csinálnak, hogy tehát edzeni, testet edzeni, immunrendszert erősíteni, vitaminokat szedni, stb. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal adekvátabb, és én mondom, és megdöbbentem itt, amiket mondott, hogy nem is ismertem ilyen mélyebben az ő munkásságát és életét, még majd azokat a okleveleket, azt még majd ezt el ne felejtsük, azt még majd megnézni, hogy, és azt mondom, hogy én azt látom, hogy itt működik egy olyan szakmai munka, tehát ami során, tehát István szakértelme, én azt gondolom az edzés elmélet is minden vonatkozásban megfelelő, tehát én azt szeretném, hogyha nyilván, hogyha ezt most így minél jobban megismernék, és akinek kedve van, az szerintem nyugodtan forduljon hozzá, mert én azt látom, hogy megfelelő szakmai tanácsokat tud nyújtani, és amit még itt majd még abban azokat a vitaminok, hogy mindenféle legális, tehát teljesen egészséget szolgáló, úgymond táplálékkiegészítőket is árulnak, és azt gondolom, hogy érdemes egyébként szétnézni itt nála ezen a vonalon is, mert nem is gondoltam, hogy ilyen széles körű választék van, mint amit ott ha kell, akkor be is tud mutatni, még szerintem még arról egy pár szót, hogyha... Meg egészségtanácsadással is foglalkozunk, amit elmondtam Zolinak is, hogy az idősödő korúaknak, melatintól kezdve, szakmailag nem akarok ebben most belemenni, meg hatóanyagokba, hogy elneveztünk itt a sok információ zavarában, de bárkinek tudunk segítséget nyújtani, hogy minél megfelelőbb és minél jobb életminőséget élhessen meg. Mert eléggé tájékozottak vagyunk hát az emberi testről, mert ez a szakmánk, ez a mesterségünk, 32 év tapasztalat, nem beszélve az orvosi barátok segítségéről is, amivel még gyógyszerészek, akitől tudtam még én is sokat tanulni, meg a mai napig is szeretnék tanulni, és ővelük állítottuk össze egy nagyon megfelelő kompozíciót a vitaminok terén, és nagyon figyeltünk az árérték arányra is, hogy versenyképes legyen bárkivel, és ne kerüljön sokba. Ami nagyon fontos ebben a régióban, mert mi nem pestiek vagyunk, én tudom, ismerem a nagy termeket, tudom, hogy mi mennyibe kerül, mi megpróbálunk ennyiből is kijönni, meg igazából az a lényeg, hogy az emberek minőségi élete legyen terjedelmes és tartalmas. Nagyon köszönöm Zolinak a lehetőséget. Tehát én is, mi is mondom, még egy pillanat megfolytom. Tehát mi is nagyon köszönjük, mondom Istvánnak, nem is gondoltuk, hogy ilyen sokrétű és ilyen komplex szolgáltatás van itt, és bízok benne, hogy lesz eredménye. És egyébként azt szeretnénk, hogy nyilván, hogyha már most a városvezetésnek eddig nem jutott eszébe 17 évig, hát ha eszébe jött, és valami konstruktív együttműködés kialakul, mert azt gondolom, hogy most ő, amit itt bemutatott, ez méltó alap arra, hogy valamilyen közös munka és valamilyen támogatás is legyen, azon kívül, hogy az aktuális polgármester mindig elvitte az ő adományaikat szétosztani a lakosoknak. Ez is valami, hogy elvitték, de mondom, ezt gondolom, hogy jó lenne is, és elindulna itt a különböző, úgymond aktívan működő, mondjuk a karate, meg az egyéb egyesületek irányába is egyfajta ilyen támogatási lehetőség nyitás, és akkor így még lehet, hogy István is sokkal hatékonyabban fogja tudni a tudását kamatoztatni itt a nagy kállóiak és a kistérségek, meg kiderül, hogy ez a terem, ez nem csak nagykállói lakosokat szolgál, hanem egy vonzás körzetként és egy vonzás centrumhoz méltó módon. Mit mondtál, honnan járnak még Balkány? Balkány, Biri, Geszterét, Seménből nagyon sokan, Pócsról, Petriből, Írbátortól is ide járnak. A szakmaiság miatt, meg hogy családiasak vagyunk, nincs az a tudcoskodás. Itt mindenki az, aki nem kell megfelelni külsőleg senkinek, nem érdekel minket, hogy milyen ruha van rajta, nincs kibeszélés. És ez igazából egy régiós központja vagyunk ennek a kis térségnek, úgyhogy hát Biriből, Balkányban minden honnan jönnek. És ennek nagyon örülök, és hiába meg Balkányban is terem, nagyon sokan a mai napig onnan is ide járnak hozzánk, mert 17 év, aki ide járt, az arról is ide. Mert ide nem csak azért jön, hogy fizikai erejét fitoktassa, mert itt nálunk ilyen nincsen, hanem találkozni, mint egy családba, hazamenni, beszélgetni, ügyes bolyos dolgait akár megbeszélni. Itt ez a terem, ez erről szól. Természetesen komoly munka is folyik benne, tehát versenyzünk is, meg rendezni is akarunk versenyt,
de ami a legfontosabb, az az egészség. Nekünk az a mérföldkő, nem a profitorientáltság. Szuper. Még akkor a dicsőség falat, azt még nézzük már meg, uram, tehát jó, tehát egy... Lépekről akartál még? Hát még itt néhány oklevél, tehát ezt ajánljuk figyelmetekbe, tehát ez a szövetség adta ki. Testépítés előlem a szövetség. Testépítő Tószegi István. 65 kg-ban harmadik helyezett. Itt is volt. Szintén. Természetesen sajnos vannak, amik elvesztek. Igen, sajnos, igen, ezt mondom, hogy ezt még elmondjuk. Hölgyek is látszik. Szépen ott is van. És még akkor azokról még mondasz ott a pápai kiegészítőkről? Szeretném. Jó. Komplex vitamin készítményeink vannak, ugyanis a táplálék kiegészítőnek, a kiegészítésnek az a legfőbb alapja, a vitaminoknál kezdődik. Ebben a sportágban, amit mi képviselünk, sőt minden sportban, ami erőkifejtést vesz igénybe, sőt még az szellemi aktív sportoknál, például gondolok itt a sakra vagy hasonló sportágakra, ott is szükség van kiegészítésnek, hogy az emberek ne fáradjanak el. Az erősportoknál ott nagyobb a megterhelés, alapaminósavlám vitaminokkal kezdünk, aztán alapaminósavlátok és fehérjék természetesen, és akkor így állítunk össze csomagokat. Plusz, ha bejön bárki az utcáról, nálunk mindenki képzett a bújba, bárkinek bármilyen problémája van, akár szervi, vagy szellemi, vagy nem tud aludni, mindenre van megoldásunk, van gyomorjavítónk, akkor kihoztam egy párat, légy szíves? Persze. A versenytisztító, minden, és ezeket, mindegyiket orvos barátaimmal is egyeztettük a hatóanyagokat, természetesen mind természetes hatóanyag, nem orvosi készítmény, ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy nem orvosi készítmény, ami azt jelenti, hogy nincsen mellékhatása, nem lehet túladagolni, viszont mi nem reklámozunk úgy, mint a csodafüveket, vagy a csodagombákat, ez viszont magukért beszélnek ezek a termékek, az a visszajelzésekről. Vannak nagy cégeknek termékei. Tehát úgy mondom, hogy nem gyógyszernek minősül. Nem gyógyszerminőségű termékek, így van. Természetesen azért hívják táplálék kiegészítőknek. És akkor vannak itt különböző omega zsírsavak, akkor az az MSM, ez egy általános gyulladás csökkentő. Van az a ashwagandha, ez egy stresszoldó. Melatonin, ezt ajánlottam Zoltánnak is, ez az, amit éjszaka a szervezetünk termel, de bizonyos kor után már nem tud eleget termelni, és az alvási intervallumunk egy kicsit így gyengébre sikerül. Májvédő, nem gyógyszer, mindenkinek szüksége van rá, vitakomplex. Tehát multivitamin, ugye? Igen, hát többféle multivitaminunk is van, többféle, hát meg nagyon sokféle dolg van, cink, mang, mindenki van. Vasam, amire szüksége van egy szervezetnek, aki elmondja, hogy milyen problémája van, persze, ha akut, akkor mindig mondjuk, hogy menjen el egy orvosi kezelésre, de azért nagy többségében általában ez sima egyszerű vitaminhiány, főleg télen a D-vitamin kellene erőltetni, 4000 nemzetközi egységnél minimum per nap, ez fontosabb már az újabb kutatások szerint, mint a C-vitamin. És mivel, hogy nincsen nap, nem tudjuk ezt bevinni, és azért vagyunk fáradékonyak, előzékonyak, gyötöltebbek, mert hiányos a szervezetünk. Hát aki bővebb felvilágosást akarna tudni, folyamatosan az István aktív zónán szoktuk a termékeinket bemutatni. Mi nem reklámozunk, mi az egészséget vagyunk, nagyon szerény árakon dolgozunk. Hát egy példát mondok, semmilyen elkötelezett, hogy hátsó szándék nélkül. 1000 mg-os C-vitamin, 120 szemes, 1780 forint,
Úgyhogy igyekszünk a lehető legkisebb áréssel dolgozni. Mennyi? 120 szemes? 120 szemes C-vitamin, 1780 forint. Van 4000 mg most D-vitamin, 2860 forintért, és az is 100 szemes. Igyekszünk minden árat mélyen tartani. Meg a beszerzés is természetesen olyan helyről jön, hogy nincs köztünk importőr, kiskereskedő, vagy kereskedő senki, hanem saját beszerzésből van a termékek. Én nagyon köszönöm Zoltánnak, hogy ezt a köszönjük, hogy adtam már, sőt, annak köszönném meg, aki feljelentett bennünket Zoltánnál. Hát nem is tudom, hogy ez minek minősítem, hogy feljelentés, vagy hát egy... inkább... Igen, nyilván akart, hogy nyomozzam ki, hát én örültem, hogy egyébként ezt így ilyen, nagyon ilyen konstruktívra sikerült, tehát a... ez a úgymond idézőjebb ennek a kinyomozása, mert szerintem nagyon sok fontos információval, minden jót uram, nagyon sok fontos információval megajándékozott, azon túl, ami itt a kérdés volt, tehát mert tudjátok, a kérdés az ez volt, hogy itt a kérdés, hogy miért lehet nyitva? Tehát ez volt a kérdés, a fő kérdés, ezért keveredtem úgymond ide. Szeretnék megkérdezni, hogy hogy engedheti meg polgármesteri hivatal, polgármester, a Nagykállói rendőrség, hogy a Nagykálló főterén lévő aktív zóna edzőtermet az Árva zemetén miért lehet nyitva tartani? Jó, tehát én ezt mondom, hogy megtudtuk ezt is, hogy van a hatályos jogszabályok alapján a szövetséggel, a, mondtad, a rendőrséggel, stb. Egyeztetve, bemutattad. Én egy nyitástól is egyeztettem a itteni őrskapitányon, és elvittem a szükséges papírokat, az operatív törzsel, és azóta a szövetségünk felvette a kapcsolatot. Rendszeres e-mail kapcsolatban vagytok, ugye? Folyamatos e-mail kapcsolatban, amit Zoltánnak megmutattam. Most itt ezt nem tudom megmutatni, de gondolom, amivel Zoltánnak magasztalta a szakmai, nem bocsánat, nem magasztam, mert hogy a szakmai munkáját, akkor el is hiszi neki, hogy amiket én megmutattam, azok valóban. Igen, tehát látszik, hogy napra kész információk jönnek. Jönnek, így van. Az operatív törzsnek is megvan az állásfoglalás, amit a szövetség lekér. Azt a egyesületek között cét küldi a szövetség, úgyhogy mi nem szóltunk. És mindig frissen, pontosan. Így van, így van. És amit mondtál is, hogy most is pont egyébként, amikor érkeztem, akkor is mondtad, hogy még telefonáltál is, meg telefonos kapcsolatban is vagy egyébként. Igen, igen, mert mondom, most lesz két kisebb verseny, hogyha nem indul el a vírus, de sajnos a híradóban tegnap meg van már nem jó híreket hallottunk, hogyha nem tudjuk megrendezni, akkor, vagy nem tudják megrendezni, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz. Sajnos. Ez a sport most így áll. Sajnos az egész ország sportja. Jó, mindegy, végülis mi csak ezt akartuk mondani, hogy ezen túl, hogy miért van nyitva, tehát ezen túl köszönjük, és bízok benne, hogy a Nagykálló, látom a hozzászólások is, hogy mindenki, tehát elismerő, meg nagyon, tehát örülnek ennek a sok hasznos információnak, amit megosztottál most itt velünk, hogy egyrészt hogyan működtök, meg gyakorlatilag látszik, hogy van egy olyan aktív hely, ahol érdemes úgymond bekapcsolódni, meg érdemes sportolni, járni, mert nagyon sok sporttal kapcsolatos edzéselméleti és egyéb információ, táplálkozásra vonatkozó információt is kaphat, aki téged megkeres, vagy aki téged ide, és amit mondtál, rengetegszer itt vagy folyamatosan, ugye, tehát minden látszik, nap, hogy szívvel, lélekkel csinálod, meg egyébként én, majd én most itt utána kikapcsoljuk, akkor én is be fogok vásárolni egyébként vitaminok tekintetében, mert azt gondolom, hogy ez azért ez egy... Azt ajánlott adottál a téged is elrát, aminek nagyon örülök, ami nem csak önfejlesztés, önképzés, hanem egymás is képezzük sportolótársaimmal, meg hát az orvos kapcsolatok, ismeretek, információkat is egymást segítjük, és azt szeretnénk, hogyha mindenki egészséges lenne, és soha nem lenne senki beteg. Így is köszönjük el, nagyon sok egészséget kívánok mindenkinek, a rosszabbaknak is. Nagyon szépen köszönöm. Még egy picit én is így elköszönünk, akkor mondom, nagyon szépen köszönjük Istvánnak az információkat, és azt kérjük, hogy aki hasznos információkat látott benne, az ossza meg ezeket a videókat, és akit pedig kedvet kapott, az pedig keresse meg Istvánt, és szerintem, amit itt láttatok, azokban a témákban ő nagyon szívesen nyújt segítséget, és bízom benne, hogy aki felveszi vele a kapcsolatot, az pozitívan fog úgymond gazdagodni a szakma tekintetében. Válaszolom a mélyetekre is. Igen. És ezt ajánlom egyébként, hogy
nyilván én örültem, köszönöm, utána fogok járni, bármilyen témába fogtok küldeni információt, utána fogok járni, és én bízok benne, hogy ilyen konstruktív, úgymond idézőben az én általam való kivizsgálások során, ilyen konstruktív, úgymond eredmények fognak születni, hogy ilyen szépen be tudjuk mutatni azokat az információkat, vagy információ hiányokat, amikre kíváncsiak vagytok, de máskor is azt mondom, hogy azt javaslom, hogyha lehet, akkor engem is bármikor be lehet vonni, de szerintem sokkal termékebb lett volna. Nem tudom én se, hogy ki küldte, de azt javaslom neki, hogy inkább keresse meg Istvánt, és akkor nyugodtan beszéljen el vele, és hogyha ilyen van, akkor először mindig a konkrét ügy esetében az illetékes próbálja megkeresni, ha nem sikerül eredményre jutni, akkor bátran forduljon hozzám, de én azt javaslom először, hogy az ő személyét is senkire megismerve, hogy nyitott, tehát ugyanúgy nem csak nekem, hanem neki is elmondtad volna. Egészségügyi javallatokat is adom, bármit. Megkérdeztem, hogy miért vagyok, elmondtam volna neki, megmutattam volna. Mondom, valószínűleg vendéglátós, nagyon sajnálom minden érintett tevékenységükről. Mi is minusszal dolgozunk, ez egy ilyen helyzet, sajnos most ezt nem ellenségeskedni kellene, ezt üzenem mindenkinek, hanem próbáljunk ebből kikeszmeregni együtt. Nem így jelengetni egymást névtelenül, mert ebből nem tudjuk ki semmi jó, csak haragot hintunk egymás között. Nem kellene. Köszönöm szépen. Jó, nagyon szépen köszönjük figyelmeteket, Isten áldását kérjük rátok, minden jót kívánunk, további szép napot. És jó sportolást, akihez megjött a kedve. Igen. Minden jót. Minden jót.